Sziasztok, Ádám vagyok, a Tech2.hu-t nézitek, a képen pedig a G-Smart Mica M2 típusú telefont láthatjátok, ami a Gigabyte új középkategóriás készüléke lesz, 5-szoros HDIPS kijelzővel rendelkezik, én máron KitKat-et futtat, teljes specifikációt szeretném megnézni, az itt látható, Mediatek MT6582 van benne, 4 1,3 GHz-es maggal, 13 és 5 megapixeles kameránk van, 1 GB RAM, 8 GB háttértár, illetve hát néhány kis extra. Természetesen ez is egy dual SIM-es modell, az 5-szoros kijelző körül átlagos szélességű a keret, talán főleg alul egy picit vastagnak is nevezhető. A kijelző alatt 3 darab kapacitívi érintőgombunk van, melyek világítanak. Felőre került hangszóró mellé az 5 megapixeles kamera, illetve ha jól látom, akkor fényérzékelő. Oldalról megnézve egy viszonylag vékonynak nevezhető készülékről beszélünk, ilyen slim design-t kapott. Ide került a bekapcsoló gomb, valamint a hangerőszabályzó gomb. Alul, illetve a bal oldalt nincs semmi. Felül van csak jack csatlakozó, illetve micro USB. A műanyag házat és a kijelzőt egy fémhatású csík választja el tulajdonképpen, ami nem néz ki rosszul. Maga a hátlap teljes egészében sima, mat felületű, semmi extra dizájnt nem kapott. Alulra került egy pici hangszóró, felül van a 13 megapixeles kamera, illetve a vaku. A dizájn tényleg egyszerű, finoman lekerekített. És ami pozitívum, hogy mint említettem is, immáron Android 4.4.2 KitKat fut a készüléken. Meg is próbálom megmutatni. Itt látható már az új szoftververzió. Belemegyünk, megnézzük, hogy állunk memóriával. 1 giga, ami beépítve van. A rendszer 423 MB-ot használ, 520 MB nagyjából szabad. Ami azt jelenti, hogy kb. Úgy a felét tudjuk elérni. Háttértárból pedig 8 giga van, szét van osztva, mint nagyon sokszor, 1,27 gigából elérhető 400 megabájt az alkalmazások számára, ez mondjuk meglehetősen kevés, illetve, hát itt látok még egy 300 megás partíciót, itt lesz 4,5 gigabájt, amit még elérhetünk, tehát nagyjából olyan 4-4,5 gigabájtot tudunk médiára fordítani, illetve 400 MB-ot alkalmazás telepítésre. Természetesen van lehetőség microSD-vel bővíteni, illetve kiválasztható az alapbeállításként, hogy az SD kártyát vagy a telefont használja háttértárként. Nézzük meg a kamerát, ami mindenképpen érdekes. Ahogy említettem, a hátlapi kamera 13 megapixeles autofókuszos, tud HDR-t felvenni. Itt látható, hogy annyira viszont nem jó a kamera, igazából hiába a 13 megapixel, eléggé homályos, elmosódott a részlet. Itt is a feliratok vonalai nem túl egyenesek. Megnézzük még az előlapi kamerát is, amely 5 megapixeles. Itt látható, hogy ez összességében egy egészen szép képet mutat. Végül is ez a selfie-ket is készíteni, illetve videócsatelni is egészen jól lehet majd. Megszokott appokat kapjuk tulajdonképpen, mert a G-Smart ugye ad rengeteg extrát. Lesz FM rádiunk, amely nem használható antenna nélkül, tehát headsetet mindenképpen be kell majd dugni a készülékbe. Mellette pedig, ahogy említettem, igazából a szokásos G-Smart appokat nézzük meg, amelyet majd később várhatóan teszten tudunk bemutatni. Ez volt tehát a G-Smart Mica M2-es okostelefon. Kövessetek minket továbbra is a Tech2.hu oldalon. Sziasztok!